Most pedig következzenek olyan rákgyógyítási módszerek, amik rendkívül hatékonyak, és amiről garantálom, hogy még te sem hallottál, ugyanúgy, mint ahogy én sem. Lothar Hirneyse előadásának egy újabb részlete következik. És most következzen a negyedik mitosz, a rákgyógyítás tekintetében csak a hivatalos akadémikus orvoslás módszerei eredményesek, nincsenek alternatív módszerek. Alapvetően négyféle rákgyógyítási módszer létezik. A tumort elpusztító, az immunrendszert moduláló, az étkezésen alapuló és az okokat kereső módszer. Az akadémiai gyógyítást hihetetlen nagymértékű elutasítás és arrogancia jellemzi. Ők ugyanis azt mondják, hogy csak és kizárólag a tumor elpusztító módszer létezik, semmilyen más. Itt tulajdonképpen egy rossz gondolkodásmódról van szó, ugyanis a 30-as, 40-es években azt gondolták, hogy a rákos sejteket el kell pusztítani, őket nem lehet visszaalakítani egészséges sejtekké. Csak ez nem igaz. Budwig, Seeger, Kuhl, Koch, német tudósok, akik az 50-es években be tudták bizonyítani, hogy a rákos sejtek, a rákos folyamat visszafordítható. De az úgynevezett hivatalos tudományban ezt egyszerűen ignorálják, nem veszik figyelembe. Itt van például Ristoff professzor a Jénai Egyetemről. 2005-ben be tudta bizonyítani, hogy ha bizonyos proteineket, amelyek 210 aminosavból állnak, belehelyezi vastagbélrák sejtekbe, ezek a sejtek visszaváltoznak egészséges sejtekké. De ezt egyszerűen nem veszik figyelembe, úgy tesznek, mintha az egyetlen jó módszer az volna, ha a rákos sejteket elpusztítjuk. De még az alternatív gyógyászatban is, bár én ezt inkább úgy szoktam hívni, hogy nem akadémikus gyógyászatban is, van egy óriási piac, amelyik azt akarja, hogy a rákos sejtektől azonnal szabaduljunk meg. És azt már teljesen mindegy, hogy ezt nagy dózisú C-vitaminnal vagy kemoterápiával oldják meg. Ezt a piacot úgy nevezik, hogy szeretnék a tumoromtól lehetőleg ma holnap megszabadulni. Mert a páciensek egyszerűen nem értik, hogy egy daganat nem azonnal öli meg őket. És ezért szeretnének tőlük azonnal megszabadulni, és ezért van még az alternatív gyógyászatban is nagyon sok olyan terápia, ami a daganatokat elpusztítja. Aztán vannak még az immunrendszer moduláló terápiák. Nem akarok itt részletekbe belemenni, egyszerűen ezt a képet szeretném önöknek megmutatni. Engem ugyanis nagyon sokan megtámadnak azzal, hogy Hirneyse úr, önnek nincs is doktori címe, és különben is, ha volna Németországban, vagy Amerikában, vagy bárhol valami hatékony terápia, hát én akkor azt tudnám. Hiszen én egy professzor vagyok, tehát biztos, hogy tudnék róla, ha volna valami jó módszer. Erre én azt szoktam mondani, hogy nézze, Müller professzor, honnan is szerzi ön az információit? Az egyetemen erről semmit nem hallhat, a rák konferenciákon szintén nem, az orvosi magazinokban ez szintén nincs benne. Tehát honnan szerzi ön az információit? Volt ön már Moszkvában, volt ön már Kínában, volt ön már Afrikában, Oroszországban vagy akárhol? Nem, de hát én nekem nem is kell oda mennem, ott nincs semmi. És pontosan ez nem stimmel. Kérdezze meg Govalló professzort Moszkvában, ő egy nőgyógyász. 20 könyvet írt, 200 tudományos kutatásról. Egy hihetetlen zseni, ami az onkológiát illeti. Csak minden oroszul van, és ami nem németül vagy angolul van, annak aztán teljesen semmi értéke nincs. Minden, amit oroszul kutatnak, az teljesen értéktelen. Legalábbis a világunkban lévő úgynevezett nagy kutatók számára. Az IAT terápia Bahamában, dr. Lawrence Burden. Neki van egy kezelése mellhártya daganatra, amely egy nagyon agresszív rákfajta. Nincsen hivatalos kezelése se az akadémikus gyógyításban, se az alternatív gyógyászatban, és 100%-os a halálozási rátája. Ő az egyetlen a világon, akinek olyan páciensei vannak, akik tartósan túlélik ezt a betegséget. Egy amerikai alapítvánnyal karöltve magam is dokumentáltam ezeket az eseteket. Érdekel ez valaki? Nem. A kutyát se érdekli. Transfer Factor, dr. Giancarlo Pizza Bolognából. Neki vannak a legjobb kutatásai az áttétes veserákkal kapcsolatban a világon. Ez érdekel valakit? Nem, ez se érdekel senkit. Nutriterápia, dr. Nicolas González. Neki van messze a legjobb kutatása a hasnyálmirigy rákkal kapcsolatban, talán hallottak róla, a lehető legrosszabb diagnózis, amit az ember kaphat, hogy hasnyálmirigy rákja van. Neki vannak erre a legjobb kutatásai, még az amerikai kormány is adott neki 10 millió dollárt, hogy ezt dokumentálja. Ismeri valakit Németországban, vagy Európában? Önök ismerik? Látják? Senki nem ismeri ezeket a módszereket. Antineoplastone, dr. Bocsinski. Létezik egy agydaganat, amit kleoplasztómának hívnak. Ez egy nagyon veszélyes daganat, plusz-minusz 100% elpusztul ebben a betegségben. Nos, ennek az orvosnak van az én tudomásom szerint a világon a legjobb kutatásai, Texasban, Houstonban él, de az amerikai kormány csak olyan pácienseken engedi őt dolgozni, akiknek már műtétjük is volt, sugárkezelésen és kemoterápián is átestek. Tehát csak akkor kerülnek ezelé az orvos elé, amikor már teljesen kész vannak. És még ilyen páciensekkel is
ér el eredményeket. Csak gondoljanak bele, hogy mire lenne képes, ha korábban hozzájutnának a betegek. De vannak Kínában is nagyon ígéretes kísérletek, már a harmadik fázisban. Nem tud róla senki. Ennyit arról, hogyha létezne jó rákgyógyítási módszer, akkor én tudnék róla. Ez az előítélet, amit én mindig hallok, hogy ott kint nem lehet semmi érdekes. Tudják, hogy mit nem szeretnek csinálni az orvosok? Felülni egy repülőre és elutazni egy másik kollégához és beszélni vele. Ezt egyszerűen nem szeretik csinálni. Tehát nagyon sokféle immunrendszer moduláló terápia van, nem megyek bele a részletekbe. A táplálkozáson alapuló terápia, erre még visszatérünk hamarosan. És aztán a valamennyi közül legfontosabb terápia, az okot megkereső terápia. Egyszerűen meg kell szabadulnunk attól a dogmától, hogy minden nőnek, akinek már rákja van, ebben az évben Németországban 55 ezer, ugyanaz az ok, ami miatt ők már rákot kaptak. Nem, minden nőnek saját személyre szabott rákja van, és ugyanolyan személyre szabott az ok is, ami miatt az kialakult. Minden orvosnak kötelessége lenne leülni és kideríteni ezt az okot. És pontosan ez az, amit nem tesznek, pedig az onkológia jövője az okokat kiderítő terápia.